Szekeresné Tóth Zsófia már 12 éve foglalkozik a törpenyulak tenyésztésével. Nagyon sokan tartanak kutyát vagy macskát, viszont a törpenyulak is igen közkedvelt házi kedvencek. Azért többet kell foglalkozni vele jóval, mint egy mondjuk macskával, de mondjuk nem annyira közvetlen, mint egy kutya, a nyuszi. Különbözőek, tehát van, amelyik tényleg kutyához nagyon hasonlóan követ mindenhova, puszítad, veled alszik, minden, de azért többségében a nyuszik szeretnek napközben sokszor egyedül lenni, alukálni, ellenni, úgyhogy a kettő közöttinek aki, de azért legyen idejük, legyen felelősségtudata, és ne azt gondolja, hogy be van csukva egész nap a ketrecbe, azt úgy állva, mert ez nem igaz egyáltalán. A húsvét alkalmával minden tenyésztőt megrohamoznak a vásárlók, akik csak erre az időszakra szeretnének örömet szerezni egy házi kedvenccel a gyermeküknek, családjuknak. Szerencsére erre a tenyésztők fel vannak készülve, sokszor ilyenkor le is állítják az árusítást. Első, hogy nem adjuk oda egyáltalán abban a szezonban, ott az a 7-10 napban egyáltalán nem adunk oda nyuszit. Tettem már erre kivételt, de az olyan esetben volt, hogy volt olyan gazdám, aki majdnem egy éve várt egy bizonyos színre és fajtára. Tehát akkor pont akkorára esett a kis nyuszinek a leválasztása, akkor tisztában voltam vele, hogy elvitte volna 6 hónappal hamarabb is, ha akkor sikerült volna. Ilyenkor természetesen akkor odaadtam így húsvétkor is, de amúgy csak úgy, hogy most én húsvétra hirdetek nyuszit, hogy akkor pont leválaszthatóak a tenyészetbe, egyáltalán nem szoktam odaadni. Tehát én ezt teljesen kiszoktam zárni, és azért a legtöbb tenyésztő ezt így szokta csinálni. A másik, hogy azért igyekszünk velük beszélgetni, tehát megkérdezem, hogy milyen célra, tehát sokszor ez már a legelején kibukik, mert az emberek, akik csak húsvétre szeretnének nyuszit, ugye ezt nem gondolják át, és hogy teszek fel egy-két keresztkérdést, mert rögtön mondják, hogy hát csak húsvétre, csak a gyereknek, csak egy hétre, és akkor gyorsan kiderül, hogy nem is igazából a nyúl szeretete miatt, hanem csak a húsvét miatt szeretnének nyuszit hazavinni. A nyulak átlag életkora 6-8 év, de ez akár 10-12-re is növekedhet, attól függően, hogy mennyire vannak jól tartva, hogyan etetjük és gondozzuk őket. Az ivartalanításnak is kulcsfontosságú szerepe van az egészségük megőrzése érdekében. A nyuszik, főleg a nőstények nagy része, ilyen 4 év körül nagyon-nagyon hajlamos mélygyulladásra vagy mélydaganatra, ezzel ez teljesen megelőzhető. A bakoknál a hererák is jellemző, ilyen 4 éves koruk fölött, úgyhogy ezt teljesen meg lehet vele előzni. A nyuszi sokkal tovább él, hogyha ivartalanítva van. Akár 2-3-5 évvel is tovább élnek azok a nyuszik, akik ivartalanítva vannak, ez is mellette szól. A harmadik pedig, hogy nem jelöl, nem keresi a társát, és tartunk együtt több nyuszit is. Ez mind mellette szól. A megfelelő táplálás is rendkívül fontos, hogy a házi kedvencünk jól érezhesse magát, ne legyen beteg, ezen felül a kötelező védőoltások beadása is sok bajt megelőzhet. A legeslegyakoribb az a bélrendszeri problémák, ugye ez a helyes táplálással tudjuk megelőzni, hogy megtaláljuk, hogy az adott nyuszinak, mert nincs két egyforma nyuszi se, az egyik sokkal jobban bírja a rostot, a másik sokkal kevésbé, tehát ezt meg kell találni, hogy mi az ideális étrend az adott nyuszinak, hány százalék rost, ugye jelenlegi ajánlás szerint minél több szénát teszik, annál tovább él, annál egészségesebb a bélrendszer a fogazatnak, ezt kiegészítjük egy legalább 20% rost tartalmú eledellel, valamint minimális is zöldetetést javaslunk emellé. És akkor ezen felül ugye, ami még gyakori nyúlbetegségek lennének, hanem lenne védőoltás, az a mixomatózis, RHD1 és RHD2 fertőzések. Ezek ellen pedig ugye védőoltásokkal védekezünk. Sokan nem tudják, hogy milyen jelentős különbségek vannak a szaporítás és a tenyésztés között. Egy tenyésztőnek ez nem csak egy kis nyúlt csinálás, és akkor eladjuk a kis nyuszikat, hanem a fajta standard, vagy valami saját elképzelése szerinti, terv szerinti munkáról van szó. És nem minden áron lepasszolni a kis nyulakat, meg eladni. Aki így húsvétra x ezer forintért árul nyuszikat, az kizárt dolog például, hogy tenyésztő legyen. Ott ugye az a cél, hogy kis nyúl, pénz, jön a bevétel, ez kettő közti különbség, felelősséget vállal, vagy nem vállal érte felelősséget. Abban a pillanatban is, meg később is. Talán ez a legfontosabb különbség a kettő között. Bizonyítvány feltétele nincsen. Feltétele az MGKS klubtagság, ezen belül valamelyik nyúltenyésztő fajtaklubnak kell tagjának lenni. Névig felír azonosítóval kell rendelkezni, valamint jelen pillanatban csak vállalkozóként lehet nyulat eladni Magyarországon, mivel kis kedvencnek minősül ugye a törpenyúl,
Ha a házi nyulat árul valaki, az belefér az őstermelői kategóriába, de hogyha törpenyúszit, az csak számlaképes vállalkozóként lehet eladni. Ezek a igazából hivatalos feltételei annak, hogy valaki tenyésztő legyen most. A tenyészetben ugye kapunk származási lapot, de hogyha még nem is kap valaki származási lapot, akkor is azért tisztában vagy vele, hogy legalább mondjuk kik a szülei. Tehát, mint ahogy mondjuk egy állatkereskedésbe, nincs olyan, hogy tenyésztő lead nyuszit, mert hallottam már ilyenről is, hogy kereskedésbe vettük, de azt mondták a kereskedésbe, hogy tenyésztőtől van. Hát ez kizár dolog, maximum azt mondta, hogy az, de ugye itt adott bázisban rögzített, hogy adott nyuszi adott szülőktől kihez kerül, milyen elérhetőségekkel, melyik gazdinál. Tehát ez egy kicsit komplexebb annál, mint egy kereskedésbe bárki bemegy, azt megvesz 5-10 000 forintért egy nyuszit, úgyhogy igen, a felmenőivel tisztában vagy. Ez azért is fontos, hogy a tenyésztési szempontból, mert bármi betegsége van, vagy bármi genetikai hiba van, akkor ezt jelzed a tenyésztőnek, és hogyha mondjuk egy fokhibáról, ez a leggyakoribb ugye genetikai probléma a törpenyulaknál, egy fokhibáról van szó. Ha ez egy egyszeri eset, akkor még szimplán lehet, hogy ez véletlen, de mondjuk egy vonalba, mondjuk egy ugyanazon szülőpárostól ez mondjuk kétszer megismétlődik, akkor már nagy eséllyel az a szülőpáros együtt nem működik, vagy valamelyik annyira dominánsan hordozhat fokhibát, hogy ki kell venni a tenyésztésből. Tehát ezek ugye már például intőjelek. Onnantól kezdve, hogy mondjuk egy több esetről van szó, akkor meg már egyértelműen. Tehát ugye ez a lényege, hogy szelektáljuk őket, bármiféle genetikai baki van, akkor onnantól kezdve szelektálni kell, és ilyenkor is kerülnek ugye sokszor sok olyan nyuszi, aki mondjuk egészséges kerül örökbefogadásra, vagy eladó sorba. Lehet, hogy utána később soha nem lenne beteg kölyke, de ugye az a célunk, hogy minél kisebb eséllyel szülessenek beteg kölykök. A felelős nyúltartás is fontos kérdés, nem csak időszakosan kell őket gondozni, igazi családtaggá válnak, ha megfelelő körülmények között szeretettel vannak tartva. Hát a felelős nyúltartó ugye nem csak hirtelen fellángolásból, hanem családtagként vásárol nyuszit, tehát ha megunja a gyerek, akkor is anya tisztában van vele, hogy gondozni fogja, ápolni fogja, ha beteg, akkor állatorvoshoz viszi, nem passzoljuk le, ha megunjuk, nincs egész nap bezárva. Hát ez ezzel jár, ez olyan, mint egy kutya vagy egy macska, amit ugyanúgy felelősen kell gondozni, a nyuszit is. 12-15 000 forint havonta, ha minden rendben van. De ezen kívül ugye számítanunk kell, mi van, ha beteg, tehát igazából a fő-fő nagy költségek, azok szerintem az állatorvosi költség. Ha baj van, ha például egy pocak baj van, és bekerül mondjuk egy egzotikus klinikára egy nyuszi, hát az 100-150 000 forintos egy hétig bent van. Tehát itt inkább erre kell gondolni, hogyha nagy költségekről van szó. Adásvételi szerződést írunk mindenkivel. Ebben most már le van szögezve az, hogy menhelyre nem rakhatja, utcára nem rakhatja, el nem adhatja a nyuszit, aki tőlünk vitte a nyusziát. Viszont azért vannak ilyen élethelyzetek, valaki beteg, külföldre költözik, olyan élethelyzetbe kerül, hogy ezt nem tudja mondjuk az anyagi költségeit vállalni, és sajnos azért van ilyen. Tehát évente 1-2-3 ilyen esetben biztosan, hogy valami olyan történik, hogy tényleg nem tudják tovább tartani a nyuszit. Ez esetben például az adásvételi szerződésben rögzítjük azt is, hogy köteles nekem szólni, és ide visszahozhatja a nyuszit.